I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track. Everything but each other, I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Cause we wanted different things, and I have to deal with it. But it's not easy, so tell me how to let go. Cause you really seem to know how to carry on. Sziasztok, és üdvözöllek titeket egy újabb YouTube videóban. Arra gondoltam, hogy forgatok nektek egy vlogot, ugyanis hozzánk ma fog jönni a Mikulás, úgyhogy így az egész napot le fogom nektek vlogolni. Azért ma jön hozzánk, mert ugye most december 3-a van? Igen, december 3-a van, és hát húgom se lesz itthon a hétvégén, illetve én sem, mert suliba kell mennem. Úgyhogy ez a december 5-a este, 6-a reggel, nem tudom, hogy kihez, mikor megy a Mikulás. Majd ezt írjátok meg nekem kommentben. Azt nem tudom még, hogy elmegyek-e ma vásárolni, mert igazából így külön mindenkinek mindenfélét nem vásároltam be, de Szancinak elmentem és vettem neki, itt van a kis nóz is, elmentem és vettem neki egy ilyen kutyakex csomagot, nehogy meghallja, mert itt van pont mellettem, és mindent ért. Ez egy nagy szívfájdalmam, hogy nincs itt velem Soma, és őt nem tudom meglepni egy Mikulás csomaggal. Tegnap este írtam az ő Sasha barátjának, aki már szerepelt egyébként korábbi vlogokban, és ugye ő van vele ott folyamatosan, hogy vegyen már neki egy Nutellát, és Léci azt csempésze bele a cipőjébe, mert a Soma nagyon-nagyon szereti a Nutellát, és gondoltam, hogy az még szerintem nem olyan megterelő feladat, hogy most elmegy a boltba, vesz egy doboz, majd mi ez, egy üveg Nutellát, és akkor 6-án reggel ezt bele rakja a cipőjébe. Hát, úristen, nagyon-nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha ez így összejönne. Egyébként a mai nap izgalmasabb lesz egyébként a megszokottnál, pedig ugye reggel esik tanulni szoktam, de hát most is ugye az lesz a program, még gyorsan csinálok egy kávét, és elmegyek tanulni, és tanulok, ameddig csak pirok. Aztán, hogyha húgom hazajön, ugye tegnap esett a hó, hát most elég is süt a nap, remélem, hogy nem fog elolvadni minden, és kimegyünk, itt van egy ilyen közeli kis erdő, és ott szeretnék ilyen téli képeket csinálni, úgyhogy oda is elviszlek majd titeket. Valamint este jön a Tények velem forgatni egy ilyen kis részt, és akkor már elviszem titeket is oda edzeni, ugye este pedig jönni fog a Mikulás, úgyhogy erről fog szólni a mai nap, kezdjünk is neki! Anna jött! Anna jött! Itt a papucs, Sansa! 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 Ne picsi! Szia, anya! Met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind.
Nem tudom, hogy hány órája tanulok, de úgy gondolom, hogy épp itt az ideje, hogy megszakítsam egy kis pihenéssel a tanulásomat, de hát menjünk és takarítsuk meg a csizmámat. Helyzetjelentés. Ugye kiraktam a csizmámat az ablakba, vagyis ugye pontosabban a bakancsomat. Hát itt kopi van, ugyanis tanultam egész délután. Illetve megcsináltam a lábamon a körmömet. És hát ennyi volt a délutáni programom tulajdonképpen, de most már el kell kezdenem készülődni, átvenni a sportcuccomat, illetve megcsinálni a sminkemet és hajamat, mert jön a tények plusz, vagy tények extra, és velük forgatunk egy ilyen kisebb részt, melyik óráról, hogy hogyan telnek a napjaim, és majd ezt fogjuk most leforgatni. Fotozni nem mentünk már rebussal, ugyanis hát sajnáltam az időt, így mindent egybe. És ilyenkor egyébként ez a legnagyobb problémám, hogy tanulnék, és ugye el is mennék itthonról, de ilyenkor inkább győz, vagy hogy inkább dönt a tanulás, és nem mozdulok ki, hanem csak tanulok. Hát igen, ilyen ez a vizsgaidőszak, na de gyerünk készülődni és sminkelni. Na hát már elkészültem, itt vagyok a kocsiban, de egyszerűen nem tudok elindulni, mert az egész kocsiban van fagyva, és megint késésben vagyok, úgyhogy... Köszönöm. De talán most el tudok indulni, találkozunk az egyetemben. De akkor itt csak vágókép lesz, akkor beszéltek akármit. Most jöttem ide az edzőterembe, és hát szerencsére nincsenek olyan sokan körülöttem, úgyhogy ugye attól féltem nagyon az elején, hogy nehogy tömbbe legyen a terem, és akkor én itt megzavarom az embereket, meg szerintem zavarba is lettem volna. Úgyhogy már itt van egyébként így a kamera, de úgyhogy gyorsan ide felállítom a kamerámat, hogy lássátok a műveleteket. És akkor most csak egy pár kérdést így válaszolok, és igazából hogy erre fog szólni a elkövetkezendő pár perc. Már egy picit megkérlek, hogy nem vissza is. Annyira imádom a telet, és úgy örülök, hogy december elején, mert ugye december 1-én esett a hó. Most végeztem az edzéssel, sietek haza, mert ugye mondta, hogy mi ma fogunk mikulásozni, és jönnek hát hozzánk a mamák is, és szerintem apukám főzött is, úgyhogy most gyanús, hogy egy családi vacsorának lehetnek majd részesei, és hát a kapucimat meg muszáj föltenni, mert esik a hó! Most jöttem meg, és
Most látom, hogy már itt meg is érkezett a Mikulás, és most nem is a cipőkbe rakta, hanem ide. Nem is volt kipucolva minden. De képzeld el, Gabi mama, hogy én megtakarítottam, és felraktam az ablakba. Igen, és itt van, itt ezt látom, hogy itt van a Koreából is valami finomság, ez, igen, ez Koreából van, és úgy látom, hogy Szancinak is hozott valamit, úgyhogy mindenkinek lesz ajándék, jó, de jó. Te mit szólsz ehhez, megjött a Mikulás? Mit szólsz ehhez, hogy megjött a Mikulás? Örülsz neki? Örülsz neki? Nézd csak, ott hozott neked is valamit. Neked is hozott valamit a Mikulás. Kicsi, mik azok? Mik azok? Neked is hozott valamit. Pici. Te is vártad? Ezeket a Mikulás hozta. Az ott lehet a tiéd? Az lehet a tiéd, Pici. Látom, ez egy nem diétás Mikulás volt. Mindenfélét hozott. Még várjál, Pici, ne legyél türelmetlen. És ez meg én úgy hallottam, hogy ez mindenkinek jött, mert ez ilyen változatos, mindenfélék vannak benne. Úgyhogy ezt közösen kell kibontani. Ilyenek mindenféle van benne. Hú, de jó. Ez korai specialitás. Két dolgot kaptam. Aztán mindenit. Ezt úgyis amúgy meg akartam megkóstolni. Csak hogy lássátok, hogy nem annyira bűnözünk, hogy van itt ilyen cukormentes verzió is. De egyébként... De egyébként nálunk többnyire ez a Mikulás, ez úgy zajlik, hogy igazából ilyenkor bűnözünk, ez ilyen csaló Mikulásnak. De ez meg egy közös szívhozom. Volt szabad enni? Attól szép maradunk? Szaurának meg ettől nem maradunk szépek. Nézzétek, milyen jó kis csomagoknak. Ó, de jó! Ez oreós. Ú, de sok van benne. Az ilyen mandulás. Hú, ez mi? Sajtos. Krém sajtos. Az étcsok is. Mindegyiket fel kell bontani. Pereces. Pereces. Magyarul is pereces. Nude csoki. Ez még töltve van. Hú, de jó. Na, azt a mindenit. Megkóstolunk mindent. Ezek nagyon mennek kint. Csak az a baj, ez, hogy neki jössz egynek, és így úgy becuppantott, hogy el is tűnt. Szagolj be. Ilyen fűszert fogom. Fűszert. Nem, édesség vagy nem édesség? Édesség. És, jaj, Szanzi, itt maradt egy csontod. Itt egy csontod. Nem jó, annyira nem ízlik. Ezt pedig mi kaptuk a Somával. Hát Soma, most ezt kibontom egyedül. Ó, ez az a kávé, ami annyira ízlett neki. Igen, ó, de jó. Hát már nagyon hiányzik neki a jó kávé, biztosan, úgyhogy ki fogod próbálni. És ez kávés csoki, italiano, olasz, és az én kedvencem, úristen, Sansi, kesúdió, te is szereted. És van itt új cukormentes csoki, ilyen narancsos csoki, ezt nagyon szeretem. Mogyorós csoki, azt is nagyon-nagyon szeretem. És ilyet még nem is láttam. Fehér csoki, és van benne ilyen áfonya. Meg mandulás is. Mandulás és fehér csokoládé. Úristen. Na jó, hát ennek most azt hiszem neki ülök, és betolom az egészet. Na hát nálunk így telt a Mikulás, hát itt a mögöttem lévő csizmákra úgy látszik, hogy már nem lesz szükség. Hát anya szerintem nem gondolta volna, hogy én megtakarítom a csizmámat is kiteszem az ablakba, vagyis nem az nem anya, hanem a télapó. Gondolom egyébként, hogy jól sikerült. Ugye, mint mondtam, ilyenkor azért kicsit elengedjük magunkat, és nem feltétlenül ilyen cukormentes dolgokból vásárolunk be, hanem pár édességből is. De igazából én szeretem, hogyha
olyan dolgok vannak a Mikulás csomagomban, amiket bűntudat nélkül is meg tudok enni. És egyébként anya annyira durva nem is lőtt mellé, mint ahogy szokott. Most meg még tanulok egy kicsit, átnézek egy pár tételt. Holnap reggel pedig indulunk Pestre, és lezárom már itt ezt a mikulásos vlogot, de ha sikerül fölvennem a Samának a reakcióját, miközben FaceTime-olunk, akkor az a videó végére még be lesz vágva. Köszönöm, hogy megnéztétek!